Már a lakásokba, gépjárművekbe is belefészkelték magukat a harlekin katicák. Kelet-Ázsiából kerültek be Európába, először Franciaországban jelentek meg 2002-ben. Magyarországon 2008-ban fedezték fel, azóta terjedt szét hazánkban. Ennek a fajta katicának 3-4 nemzedéke van, ezért is tudott ekkora számban elterjedni. Sajnos pusztítja az őshonos katicának a lárváit is, és elég agresszív, az emberek is tapasztalhatják, lakásokba is bemegy, és akár csípést is okozhat embereken, valamint mezőgazdasági kártétele is van a bogyós gyümölcsökön. A mezőgazdasági kártétele főként a szőlőnél jelentkezik. A feldolgozása során a harlekin katica bekerülhet a múzsba, ezáltal elrontja a borízét, keserűvé teszi a nedűt. Amellett pedig, hogy megeszi az őshonos katica lárváit, még nagyon gyorsan is szaporodik. Hát az őshonos katica az két faj van Magyarországon, a kétpettyes és a hétpettyes. Harlekin katicából igen sok változat alakul ki. Hát három forma létezik, fekete alapon van két narancssárga foltos, van a négy narancssárga foltos, valami narancssárga alapon, pöttyök száma 0-tól 19-ig terjedhet. Városunkban az épületek falain lehet őket nagy számban felfedezni, de a hideg elől már a lakásokba is behúzottak. Kézzel nem ajánlott megfogni őket, mivel csípnek, ami akár allergiás reakciót is kiválthat. A harlekin katicák elleni leghatásosabb védekezés a szúnyogháló, vagy pedig az ajtóknál, ablakoknál lévő rés betömése. Ha pedig már bejutottak a lakásba, akkor porszívóval ajánlatos őket összeszedni.